Üdvözöllek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Én asztrológusként dolgozom, de vetem a kártyát is. Az indiai asztrológia az a terület, ami engem meggyőzött. Azért, mert az indiai asztrológusok precízen számolják ki a horoszkópot. És ez ugyanaz, ahogy az asztronómusok is ezt meghatározzák. A mai nap asztrológiája 1919. október 25-én. A mai napon a nap és Merkur bolygója nincs kapcsolatban más bolygókkal. Ezt érezzük is a mai napon. Vagy úgy éljük ezt át, hogy mások nem mutatnak érdeklődést irányunkban, keresztül néznek rajtunk. Nem fogja őket azt érdekelni, amit ma teszünk, vagy közlünk másokkal. Ez jelenthet ugyanakkor előnyt is, mégpedig azt, hogy mások nem avatkoznak be a dolgainkba, nem zavarnak bennünket. Elfogadják szó nélkül a véleményünket. Hold egy viszonylag előnytelen kapcsolatban áll Jupiter bolygóval. Ez igazságtalanságokra utal, vagy jogi ügyekre. Sokakat dühíteni fog ez az igazságtalanság, másoknak pedig problémái vannak a jogi ügyek területén. Nehézségek, vagy egy jogi döntés, ami igazságtalanságnak tűnik. Mars bolygója egy feszült kapcsolatban áll Szaturnusz bolygóval. Ez úgy hat ránk, hogy fáradtnak, erőtlennek érezzük magunkat a mai napon. Vagy valaki vitatkozik velünk, és ez nem könnyű ebben a helyzetben megvédeni magunkat. Egy hold Vénusz szextíl örömet, szerencsét jelent a szerelem és a párkapcsolat területén. Ez lehet egy szerelmi vallomás, amit mi hölgyek kapunk. Ez egy kellemes Vénusz hatás, úgy jelentheti azt is, hogy megajándékozzuk magunkat valami széppel. Egy új ruha vagy cipő vásárlása, vagy egy jó időpont fodrászhoz menni, vagy kozmetikushoz. Ez a Vénusz-Hold kapcsolat jelenthet egy kisebb nyereményt is. És ez volt a mai napi horoszkópom. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!